Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Ne legyen áldozat című műsort 2008-ban hoztam létre, mint egy hiánypótló tájékoztatásként ebben a sok esetben gyalázatos és embertelen földi világunkban. A műsort a kezdetek óta saját magam szerkeztem és egyben finanszírozom. Támogatást soha egyetlen alkalommal sem kaptunk. Sajnos azonban az egyre csak romló gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban is magam finanszírozom ezt a műsort, ami nagy hiánya a tömegtájékoztatásnak. Elfogytak az erre irányuló tartalékaim, így az alábbi tiszteletteli kéréssel fordulok Önökhöz. Amennyiben van rá lehetőségük, úgy kérem, hogy havi szinten 1000 forint összeggel járuljanak hozzá műsorok további készítéséhez és megjelenítéséhez. Ezáltal biztosítva, hogy az eddigi befektetett munkát nem kell abba hagynom, és továbbra is heti rendszerességgel tudom elkészíteni és megjeleníteni az újabb és újabb adásokat. Támogatásukat az alábbi bankszámra tudják elhelyezni. Köszönettel és tisztelettel, Tímár László, szerkesztő műsorvezető. A mai modern társadalmunk egyik legszomorúbb velejárója a széthulló családok, a romló állapotú, vagy a már teljesen megromlott emberi kapcsolatok, ahol az idősebb generáció sorsára hagyva, elszigetelve a társadalom perifériájára került. Szinte teljesen kihalt az apáról fiúra szemlélet, amikor is a gyermek a szüleitől sajátított el bizonyos ismereteket és tudást. És ha már a tudás szóba került, az oktatásban sem jobb a helyzet. Tanárokat és tanulókat megverő, megalázó, diákoknak nem nevezhető bűnöző palánták, illetve azok felmenői tartnak terrorban tanintézményeket, amikor is a megtámadottaknak semmi lehetőségük sincsen a védekezésre. Jogorvoslat esetén is nevetséges, további erőszakra serkentő, látszat ítéleteket hoznak az erre jogosult szervek. Vagy ott vannak a diáktüntetésnek nevezett társadalomromboló események, ahol a magukból kikelt, gyűlöletre és rombolásra hajlamos felhergelt, maguk a diákoknak tartó felforgatók tombolnak és rombolnak. Mindezt jól megszervezett háttérrel persze. Egyre nagyobb teret nyer az erkölcstelenség, az alkoholizmus, a drogfüggőség is, ami alól nem jelent kivételt az oktatási rendszer sem. Álszent, hazug világban élünk, ahol beteg a mai kortársadalma, mert beteggé teszik azok, akiknek érdekük fenntartani ezt az állapotot. Be kell, hogy lássuk, hogy ez így a pusztuláshoz vezető út, ami alól főleg az utókor számára nem lesz menekvés. Természetesen van kiút. Mai műsorunkban továbbra is az oktatásban meglévő állapotokról kérdezem meghívott vendégemet, Borza Bajk, olasz hittanszakos tanárt. Jó estét kívánok, tanár úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm Önt itt a stúdióban! Jó estét kívánok! Tanár úr, az előző adásunkban beszéltünk azokról az állapotokról, amely gyakorlatilag az iskolai falakat sem kíméli, és ott is megtalálható minden negatív, ami az élet más területein. De a műsorunk végét ott hagytam félbe, hogy ebben a műsorban beszéljünk azokról a lehetőségről, amely kiutat mutatja, illetve emeljük ki magát a Kodály módszert. Ezt kértem Öntől. Mit jelent a Kodály módszer? Mi volt az, amit Kodály Zoltán megalkotott, ami nagyon komoly támpontot tud adni a tanulóknak az iskola falain belül? Átadom Önnek a szót, tanárok. Nagyon szépen köszönöm. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy nem vagyok énekzenében jártas szakember, csak az olvasmányelvre tudtam hagyatkozni, illetve amit annak idején még nagymamámtól tanulhattam, amit a leírásokból nézhettem meg. Tehát, hogyha valamit esetleg véletlenül nem jól mondanék, akkor ezért külön elnézést kérek. Mindenekelőtt érdemes kiemelni azt, hogy rendkívül fontos lenne az, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan zenét szerető, népzenét szerető művelő tanárja, aki folyamatosan tudja ösztökélni a gyermeket arra, hogy énekeljen és zenéljen. Tehát mindenkül ezt kell leszögezni. Illetve, hogy meglegyen annak a tanárnak a krisztusi erkölcs, amit aztán tovább tud adni a gyermeknek. És akkor hadd hozzak ide egy Jézus által hozott idézetet, ami nekem a kedvencem, és ebben benne lesz minden, amit most itt elmondtam, hogy keressetek magatoknak olyan kincset, ami a mennyben van, hiszen a földi kincset a rozsdamarja, a moly rágja, viszont amit a szívetekben tartotok, az ott kincset fog érni a mennyben, hiszen ahol a kincsed, ott a szíved is. Illetve még egy Benedek Elek sírfeliratot hozok ide, amit nagy büszkén fogok most mondani, mert a nagynéném által
ő szerkesztette és ő segített a szerkesztésében a következő könyvnek, aminek az a címe, hogy Pedagógusok arcképcsarnoka. És ebben a nagyszerű sorozatban szerepel nagymamámnak a tanítása, illetve a diákok, hogy visszaemlékeztek nagymamámról, hogy milyen tanár volt ő, és leírták ezt a mottót, amit ő is szintén választott veletekelek sírfeliratából, hogy Krisztus tanítványa voltam, gyerekekhez lehajoltam, szívemhez felemeltem, szeretetre így neveltem. És itt egy kicsit meg kell, hogy álljunk, mert ha nem ez alapján tanítjuk a gyermekeket zenére, és hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor az egész fabatkát sem fog érni. És Kodály Zoltánnak hasonló volt a lelkülete. És ő azt a módszert alkotta meg, azt a nagyszerű módszert, amit Japánban is ismernek, és ennek az a lényege, amennyiben jól tudom, hogy a szolmizációs hangokat folyamatosan mondják egymás után, illetve a ritmust, a tititát is egyébként ismétlik zene után. Tehát ennek az a lényeg ennek a Kodály módszernek, hogy a botfülű gyermek is, amikor valami hangot nem jól hall, és aztán meg kell szólaltatni a saját énekhangját, hogy akkor az tökéletesebbé váljon ezáltal. Tehát ha mondjuk megnézzünk egy szolmizációs hangot, akkor azt ugye, hogyha zongorán keresztül kezdjük el ugye játszani, hogy do, ré, mi, fa, szó, lá, ti, do, és megy föl egyre erőteljesebben. Elnézést az énekhangomért, hogyha nem volt tökéletes. És ezt gyakorlatilag folyamatosan ugye az adott ritmusra át lehet úgy tenni, hogy megértsük, hogy pontosan hogyan kell ezt az énekhangot megszólaltatni. Amennyiben jók az információim, akkor erről szólna ez a módszer, illetve, hogy van egy hangszer, egy népi hangszer mondjuk, vegyük első évben ugye a furuját, ami nagyon fontos, hiszen a furuján tanulnak leginkább a gyermekek, és az a legkönnyebb hangszer. És itt a memóriát, a zenei memóriát kell fejleszteni kotta nélkül. Tehát a zeneelmélet, mint olyan, ugye a szolfézs, az már nagyon mélyen belemegy a részletekbe, itt viszont a szolmizációt, illetve a tititáritmust folyamatosan mondják egymás után a gyermekek, és így alakul ki az első énekhang, elsőtől kezdve, első évfolyamtól kezdve, és Kodály Zoltán ebben volt mesteri, hogy ezeket a különbségeket eltüntette város, illetve falu között. Ugye most láthatjuk, hogy el van tömegesedve a város, és el van néptelenedve a falu. Régen ez ugye majdnem, hogy fordítva volt, hogy a város volt azért kicsit kevesebb arányban, lélekszámban jelen, mert ugye a városban inkább azért mentek be az emberek, hogy dolgozzanak, de nem úgy, hogy most, tehát most mindenki ott dolgozik, és faluban szinte senki. Faluban ugye családi gazdaságok működtek, és a háztáji gazdálkodás volt ugye a perdöntő, a családok ezeket a dolgokat művelték, és most a város gyakorlatilag mindent lefed. És itt most sajnos nagy különbség van a város javára, a falu rovására. És ezt kéne egyébként, ezt az egységet visszahozni, hogy a falu és a város egymás kölcsön sem tudja tanítani. Van esélyre, hogy ez az egység kialakuljon? Mert ugye a fiatalok menekülnek a falvakból, és jönnek be a városokba, és nem éppen a legjobb irányba megy ez az a helyzet. Én legalábbis így látom. Teljesen igaza van. Lenne egy módszer erre, hogy ezt hogyan lehetne megváltoztatni. Én, hogyha mondjuk kormányzati pozícióban lennék, én biztos vagyok benne, hogy a családi gazdaságokat hoznám létre. Tehát a mezőgazdasági szektort erősíteném, és fiataloknak természetesen teljesítményhez kötném ugye a földeknek az odaadását, tehát kedvezményesebb áron adnék nekik földet, de ahhoz nekik dolgozni kell és művelni kell a földet, és egy kis parcellát létre lehetne hozni családonként, ahol lehetne művelni gabonát, egyéb zöldséget, gyümölcsöt, ami éppen ott ugye megterem, és nem csak a házon belül, hanem azon kívül is. És talán így lehetne a faluba visszahozni ezeket a munkákat, ezeket a nemes munkákat, és így lehetne aztán a fiatalokat bevonzani falvakba. Tehát tanár úr, ebben az esetben akkor önálló tudna lenni a vidéken ülő ember, nem lehetne kordába tartani, nem lehetne zsarolni, nem lehetne félelembe tartani, tehát ez szinte szélsőséges, amit mostan itt elmondott, ez már ajjaj. Ez a baj, így van, tehát hogy aki megtermel magának bármit, akkor az leválik a rendszerről, a globális rendszerről, és ahogy a Sanhedrin parancsa elmondja,
Ugye meg kell akadályozni azt az embert, aki le akar válni a rendszerről, mert az számunkra veszélyes lehet. És itt van a kutyálásva. Hát a Sanhedrin parancs ide vagy oda, nem minden fog örökké tartani, ami nem a teremtő atya által való, ezt mindannyian tudjuk. Én nem lennének az ő helyükben, akik ezt így szeretnék, mert amikor eljön az ítélet ideje, mert le fog jönni, akkor valószínűleg ők sem lennének a saját helyükben, de hát ez legyen már az ő problémájuk. Tanár úr, nézzük meg azt, hogy összeállított egy anyagot, hogy a jövő iskolája, ez hogy néz neki? Átadnám önnek a szót, hogy beszéljünk erről a műsor hátra lévő részében. Köszönöm szépen, hát a jövő iskolája három fő érték mentén lenne kialakítva, ugye keresztény, családi és magyar hagyományt éltető intézményként működne, és a mi esetünkben ez az intézmény egy ökumenikus alapokon nyugvó kereszténységet jelentene, ami azt jelenti, hogy nem válogatnánk a felekezetek között, hanem azt néznénk meg, hogy ki az, akinek van krisztusi lelkülete, és ki az, akinek nincsen. Na most tetszik vagy nem tetszik, ezen sokan ki fognak akadni. Az én iskolám, hogyha én alakíthatnám ki ezeket a formalitásokat, akkor én azt mondanám, hogy mindenképpen legyen keresztény iskola. És hogy miért, az nagyon egyszerű, mert Krisztus Urunk által tudunk felemelkedni olyan magasságokba, amit aztán tovább tudunk adni más felnövekvő nemzedék számára. És amit szintén ki akarok emelni, hogy a kereszténység és a magyarság egymás rovására nem játszható ki, vagyis szorosan összefügg egymással, és szervesen kapcsolódik egymáshoz, úgy, ahogy Márton Áron is egyébként ezt ugye ki is mondta, hogy keresztény magyar ember vagyok, és ezt hangsúlyozni kell, hogy keresztény magyar emberek vagyunk. Tehát egyik a másik nélkül nincsen. Ha veszünk egy széket, és az egyik lábát megpróbálnánk ugye leszerelni, akkor hát meglepve tapasztalnánk, hogy nem tudnánk ráülni. És azt is ugye hangsúlyozni kell, hogy test, lélek, szellem egységéből áll az ember, és nem csak testből és lélekből. És hogyha háromlábú széknek bármelyik lábát kivesszük onnan, akkor össze fog rogyni alattunk. Tehát ezzel nem lehet viccelni. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni, hogy szerves egységet kell alkotni. És hogyha már itt tartunk, akkor ez a hármas egység, én úgy szoktam hívni egyébként kisbetűs megfogalmazással, hogy a hazai szent háromság, ugye, amit ugye mi szoktunk vagy oktatni, Isten, haza, család szerves egysége. Amit ugye tanultunk Horthy Miklóstól. Ez nagyon fontos. És én a Magyar Hiszek Egyet is visszavezetném az iskolákba, és nem minden áron akarunk revíziót, tehát hangsúlyozni kell, hogy a békét szeretnénk megvalósítani, de igenis hangsúlyozni kell azt, hogy bizonyos történelmi események hatására előfordulhat olyan helyzet, hogy azok a területek, amik korábban ugye elkobzásra kerültek jogtalanul, azok visszakerülhetnek hozzánk. Például Kárpátalja ügye most egy ilyen történelmi esemény lehet. És ezért most nagyon jó lenne, hogy ezt a Magyar Hiszek Egyet elmondanák, ami a következőképpen hangzik. Hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Amen. Ez meg fog történni, ez vitathatatlan. Tehát ennek meg kell történnie. És ezt nem azért mondja az ember, mert soviniszta, meg hogy másokat gyűlöl, mert ugye ezt szoktuk hallani mindig, meg ezt tagadják ránk, szó sincsen erről. Mindenkit tisztelünk, de a saját hazáján belül. És mi is elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben a mi területi autonómiánkat, mert Kárpátalja szívében még mindenképpen magyar, és ahogy ön is egyszer fogalmazott, Magyarország az egyetlen olyan ország, ami önmagával határos öt oldalról. Igen. Nincs még egy ilyen a Földön? Nincs még egy ilyen a Földön. És természetesen itt hangsúlyozni kell az Isten adta mag népének a sajátos és nagyon egyedülálló történelmét, tehát az ős történetet is tanítanánk a gyermekeknek monda formájában, tehát az ő életkori sajátosságukat figyelembe véve, hogy kik voltak ugye a mi testvéreink, illetve hogy kiktől származunk, ugye? Tehát, hogy a hunor és magor testvériségen alapszik a mi ős történetünk, ami merőben eltér a Káin Ábel szemlélettől, mert ikerpár mind a kettő, de milyen nagy különbség, hogy az egyik a másikat megöli, ugye a másik testvérpár, a Hunor-Magor pedig egymásért él, és nem egymásból. És ezt ugye hangsúlyozni kell. Tehát valahogy az alapokat így kéne lerakni. És nagyon fontos, hogy a kereszténység
ahogy az előző adásban is említettem, nem egy ilyen liturgikus formaiságot jelent kizárólag, hanem azt az erkölcsi életszemléletet, amit kizárólag az Úr Jézus mutat számunkra. És a szülők figyelmét fölhívnám arra, hogy nagyon sok esetben ugye a Dalai Lámától idézgetnek, meg nagyon szimpatikus az importvallás. És én arra hívom fel a figyelmet, hogy szégyen gyalázat, hogy a kereszténység a legszebb szeretett nyelv, és hogy Krisztus Urunkat nem veszük komolyan. Szinte soha egyetlen idézetet, példabeszélet nem hallok, amit Jézus elmondott, és hogy azt idéznék. Vagy ha igen, akkor nem tudja az illető, hogy pontosan mit idéz tőle, mert már nem érti meg, mert nem élünk a természetben, és azt se tudjuk, hogy mi az, hogy konkoly, mi az, hogy búza. Hogy a búza hogyan válik el a konkolytól, hogy a magvető története, hogyha valaki azt megnézi, meghallgatja, vagy elolvassa a Bibliában, hogy miről szól, milyen nagy mély tartalom van benne. Hogy a sátán, hogy hogyan műveli azt a ádázos tevékenységét, ami sajnos most tombol jelenleg, de hogy nem törekednek arra igazán az emberek, hogy az a mag, az jó földbe legyen elvetve. És ez az igazán nagy probléma, hogy a magból sosem lesz kifejlett erős növény, hogyha nem akarjuk mi megöntözni, vagy nem akarjuk mi táplálni ezeket. És ha már itt tartunk, akkor én biztos vagyok benne, hogy egy olyan környezetismeretet tanítanék, ugye elsőtől negyedikig, ami a biodiverzitásra épül, illetve a természetnek az egységére. Ennek Gyula Iván a művelője, akit nagy tiszteletnek körvend, és én is nagyon tisztelek, mert ő az az ember, aki, hát hadd mondjam azt, hogy öveges professzornak a méltó utódja, hiszen én bevallom őszintén a biológiát, amikor már később mentünk előre az időben, a biológiát nem nagyon értettem, és egy kicsit úgy el is odáztam magamtól, de ő, ahogy magyaráz, és ahogy személyesen bemutatja a videóiban, hogy mire kell törekedni, amikor kertet művelünk, az valami zseniális. És én azt gondolom, hogy bárki, aki megnézi az ő videóit, aki abszolút antitalentum biológiából, környezetismeretből, az is meg fogja érteni, hogy hogyan kell egy kertet művelni. Tehát az alapokat mindenképpen így kezdeném. Aztán folytatnám, ugye itt kiemeltem azt, hogy alacsony családias létszámokat kell létrehozni. Van egy nagyon rosszul működő rendszer, amit fejkvóta rendszernek hívunk. Én nagyon sok időt szántam erre, hogy hogyan lehetne ezt javítani, ezt a fejkvóta rendszert, hogy ne a mennyiség alapján legyen a finanszírozás, hanem a minőség alapján. És ezt úgy lehetne szerintem orvosolni, hogy vagy egy külön bizottságot erre felállítanék, hogy ezt monitorozza, de ami sokkal egyszerűbb lenne, hogy a fejkvóta rendszert minél kisebb osztálylétszámokra adnám, tehát maximalizálnám ezt az osztálylétszámot mondjuk 20 főben. Mert én azt gondolom, hogy 20 fővel lehet hatékonyan együtt haladni. És ebbe beletartozik az a gyermek is, aki természetesen nem annyira tehetséges, mint mondjuk a másik 15 vagy 16, és akkor ott lehetne egy igazi felzárkóztatást végrehajtani. Na most, ha már itt tartunk ennél a szónál, akkor megint el kell mondani, hogy ez megint egy klisé, ez a felzárkóztatás. Mindenki ezt mondja, de nem veszi komolyan. A felzárkóztatásnak az a lényege, hogy nem a többi haladó diák rovására hozom ezt létre a tanórán belül, hanem pont fordítva, aki le van maradva, azt próbálom egyébként becsatornázni a jó diákok felé, és nem a jó diákot fogom, a jó diákot úgy értem, hogy aki már tehetségesebb, nem fogom egyébként a másik irányba eltolni, hogy ő lebutuljon ahhoz a gyerekhez, aki mondjuk nem annyira tehetséges. Mert most ezt látjuk gyakorlatilag, ezt jelenti a felzárkóztatás, de nyugodtan kicserélhetjük az igekötőt, és lezárkóztatásnak mondhatnánk. Tehát ebben mindenképpen egy forradalmi változás kell. Aztán, ugye, ahogy említettük is nagyon sokszor, hogy a zenei műveltséget kell visszahozni. Tehát rengeteg népdalt kell hallgattatni és énekeltetni a gyermekekkel, a fiatal csemetékkel, hogy érezzék, hogy micsoda erő van egy néptáncban, egy népzenében. Hát aki volt táncházban, nekem volt alkalmam elmenni nagyon sokszor. Én úgy nőttem föl, hogy én nem tudtam, hogy mi az, hogy népzene. De amikor elmentem oda, éreztem azt a szívdobbanást, azt a büszkeséget, hogy én magyarként, hogy mekkora felelősség birtokában vagyok. És bizony elszégyeltem magam, hogy nem tudom ezeket a népénekeket. És én is már az a termék vagyok, hogy így mondjam, aki már nagyon kevés népdal tud. Tehát én el sem merem mondani, hogy mennyi népdal tudok, nagyon kevés egyébként számban.
És elhatároztam, hogy életem második felében, amikor majd elkezd a B oldal majd forogni, akkor hogy ezeket a népdalokat minél szélesebb körben tudjam majd átadni, illetve tudjam kamatoztatni ezt az énektudást, ezt fogom majd csinálni. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel. Minden esetre nagyon már miatt is, aki nagyszerű zenepedagógus volt, az ő tiszteletére is szeretném ezt tovább folytatni. Aztán a tanárválogatás egy másik érzékeny téma, hogy hogyan kell a tanárokat kiválogatni. Akiben nem látjuk az elhivatottságot, aki csak azért megy tanárnak, hogy legyen valami diplomája, azt ki kell szűrni a rendszerből. Tehát csak elhivatott pedagógusokat szabad kiválogatni, akik magyarul gondolkodnak. Nem germán sémákra épülő rendszerben gondolkodnak, hanem magyar rendszerben. És a magyar rendszer az azt jelenti, hogy amit korábban ugye Németh László, Kodály Zoltán, Márton Áron, illetve Karácsony Sándor elmondott, a magyar észjárásnak megfelelő pedagógiát kell erőltetni. És ez azt jelenti, hogy például a magyar nyelvtanra, a magyar helyes beszédre külön hangsúlyt fektetnénk. Akár úgy is egyébként, hogy mondjuk a helyes beszéd című sorozatot levetítenénk a gyerekeknek, és annyit még hozzátennék, hogy ez nem jelenti azt, hogy a modernitással szakítanánk. A modernitásnak vannak jó eszközei. Ilyen például mondjuk a projektor, amit lehet jóra is használni. Tehát nem szabad a modern kereteket kizárni, csak tartalommal és lelkiséggel kell megtölteni, és így kell összhangba hozni a kettőt egymással. Tehát például visszatérve erre a műsorra, hogyha ezt megnéznénk, vagy akár a korábbi műsor, ugye az Álljunk meg egy szóra, az is zseniális volt Grécsi professzor úrral, aki elmagyarázta mondjuk, hogy a Dezsőfi utca miért kétes WFY-nal van leírva. Vagy hogy mi az, hogy teljes hasonlulás, részleges hasonlulás, ami nekünk kínai volt, bevallom őszintén, hogy nem volt elég idő számva erre. Vagy a helyes beszédnél mennyiszer halljuk, amikor mondják politikusaink, hogy megyek a boltban. Nagyon sokszor hallok ilyet. Most csak egy kiragadott példa volt. Vagy a nöbetű a végén, amikor a másik példát, hogyha mondom, hogy a terembe vagyok, és nem a teremben. Tehát a helyes beszédre kéne hangsúlyt fektetni, és szorosan ezzel összefügg az írás is. És az írást, hogyha már megemlítettem, akkor szóba kerülhetne megint az ős magyar műveltség, amit egyébként már az előző adásokban kifejtettünk, hogy mi pontosan honnan származunk, ugye a sumér rokonság ugye megvan, és a mongol hagyományt, hogyha megnézzük, szinte teljesen megegyezik a magyarral, hiszen ugye a hunok onnan vándoroltak ki, és aztán haladtak egészen ugye kelet felé, Európa felé, és aztán Közép-Európát ugye így érték el az őseink, és hát beszélni kell a kettős honfoglalásról is, mert hogy a hont annak kell foglalnia, akinek nincsen, de nekünk volt. És egy reklámot hadd hozzak ide, Obrusánszky Borbálának van egy nagyszerű sorozata, amit az M5-ön meg lehetett nézni, illetve most is visszajátszható a média klikken. Ha jól tudom, akkor az a címe, hogy a hunok rokonai, magyarok a hunok rokonai, hogy jól tudom, ez a címe. De ha véletlenül nem jól mondtam, akkor utána lehet ennek nézni. Pontosan benne van, bocsánat, hogy hogyan lehet visszamenni az ősökig. És például én egy olyan ösztöndíjrendszert alakítanék ki, hogy nem Németországba, nem Angliába küldeném a diákokat, a cserediákokat, hanem pontosan Mongóliába, hogy legyen megint az a pulzáló mozgás, ami régen megvolt, ugye Európa és Ázsia között. És egy eurázsiai kultúrát kialakítani, vagy hogyha jobban tetszik, az északi civilizációt megint összefésülni. Jól hangzik, amit elmondott tanár úr. Persze ez megint ellentétes mindazzal, ami a globális világrendnek az érdeke, és ezt ebben a formában mindaddig, amíg ők vannak hatalmon, nem biztos, hogy lehet teljes egészében alkalmazni, de szorványosan igen. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy bármit is fognak tenni, a keresztény Krisztus erkölcs az nem fog tudni megszűnni, a hunor-magyar kapcsolati gondolkodás nem fog megszűnni, mert nem tud megszűnni. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy jelen pillanatban a Kájni szemlélet szerint megy a világnak a működtetése, azok érdekében, akik ugye ennek megfelelően ezt a rendszert fenn akarják tartani. Van egy fél percem ugye a műsorodőből. Hogyan látja, milyen mértékben tud, még ha szorvényosan is, ez a módszer elterjedni hazánkban?
Mondok két példát erre. Nagyon széles körben kezd már elterjedni, még sajnos nem látunk tömeges példákat erre, de a Búzaszem iskola egy jó példa erre. Hogyha valaki el akar venni nyílt napra, akkor tegye meg, Horváth Szilárd igazgató úr meg fogja pontosan mutatni, hogy ezek a módszerek hogyan működnek, illetve hogy az iskolának a modellét, hogy hogyan építették föl, és a honlapon is ki van emelve, hogy nagyon sok példát vettek elő, és aztán a saját arculatukra alakították át. És én ezekben látom a jövőt, ezekben az igazi mintaként alkalmazott gondviselésekben, amit egyébként Géczi Gábor, megboldogult Géczi Gábor hozott létre, és az ő szellemiségét kéne tovább vinni, valamint az iskolán kívüli népművelést, amit már tanárom mondott, hiszen tegyük fel, hogy mondjuk egy pozitív jövő lesz, és én hiszek ebben, hogy ez lesz, és akkor egy idézettel szeretném zárni. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában a börtön és az üldöztetés nem szégyen, hanem dicsőség. Legyen ez a végszerben a műsorom, a tanár úr, mert elfogyott a műsoridőnk. Innen szeretném folytatni önnel ezt a beszélgetést, mert ez egy nagyon-nagyon komoly téma, és nem lehet pár 4-5-6 műsorban átbeszélni az oktatással kapcsolatos állapotokat, illetve a jövő lehetőségeit. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Innen folytatom önnel majd a beszélgetésünk egy másik. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.